Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom a Zsoltárok könyve 139. részéből, az első három, a 23. és a 24. verset. A karmesternek Dávid Zsoltára. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utamra. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Megszólítottál, Istenem, de nem hallgattam rád. Útnak indítottál, de állva maradtam. Azt kérted, forduljak vissza, de a magam útját jártam. Azt mondtad, rád bízhatom magam, de csak önmagamban hittem. Könyörülj rajtam. Megérintettél, Istenem, de én elhúzódtam tőled. Nevemen szólítottál, de én nem válaszoltam. Társakat akartál mellém adni, de én elszakadtam tőlük. Azt mondtad, te vagy az út, de én nem indultam el rajtad. Könyörülj rajtam. Megijesztettél, Istenem, de rémületemben sem menekültem hozzád. Kínok kötelékével vettél körül, de megbétiódva is dacoltam veled. Betegségekkel próbáltál meg, de nem törődtem a figyelmeztetéssel. Azt mondtad, nincs már sok időm, de én nem szálltam magamba. Könyörülj rajtam. Türelmes voltál, Istenem, és egyszer csak megadtam magam. Csendben megálltál mellettem, és nekem sem kellett szólnom. Jóságodat, mint subát rám terítetted, és nem vacogtam többé. Azt mondtad, fiam, szeretlek, és ekkor felfogtam végre, megkönyörültél rajtam. Amen.